17. éve köszöntik az ifjú szakmunkásokat a Csepeli Erőműszak és Átképző Kft.-ben. Ilyenkor a hagyományoknak megfelelően a jeles eredménnyel végzett tanulók elhelyezhetik névjegyeiket a kopjafán. Kosik György intézményvezető elmondta, hogy jelenleg 1150 szakmunkás tanulóval rendelkezik az iskola, akik elsősorban kétkezű munkát igénylő területen tanulnak, illetve ma már a szolgáltatás területén is biztosítanak szakmát a tanulni vágyóknak. Öröm számunkra, hogy a fizikai szakmákat vállaló fiatalokat az életbe ki tudjuk bocsájtani. Sajnos van egy rossz hátütőnek, 640 első éves tanuló iratkozott be ebbe a tanévbe hozzánk. Ebből jó, ha 200-250 vizsgázni fog. És nem azért, mert nem tudja az anyagot és bukik, hanem azért, mert az van beírva év végén meg fél évben, az igazolatlan hiányzása miatt osztályozhatatlan. Mert amelyik fiatal nálunk a elméleti órákon részt vesz, és a gyakorlati órákon tevékenyen, azt szoktuk mondani, hogy azt az Isten se menti meg, hogy szakmunkás vizsgát tegyen. Mert annyi tanul három év alatt, hogy a vizsgán ragyogóan tudjon válaszolni a kérdésekre. De sajnos a mai fiatalok, nem tudom miért, nem járnak be. Csak egy apróság, hogy a Lajos barátommal most péntekig van 100-110 fiatalnak bontjuk fel a tanulmányi szerződését, mert már 70-80-100 óránál tartana szeptember óta. Az igazgató elmondta, hogy a sajnálatos jelenség már több szakiskolában is tapasztalható. A beszédek után Sárkány István verssel köszöntötte az egybegyülteket, majd ajándékokkal jutalmazták a jeles tanulókat, illetve tanáraikat. Természetesen nem maradhatott el az ünnepi pillanat, amikor a tanulók végre feltűzhették névjegyeiket a kopjafán.